A Richter gyakorlatilag egyidős a hazai gyógyszergyártással. Az eredeti gyógyszer molekulák kutatása és fejlesztése, valamint a társaság teljes működésére kiterjedő innováció a Richter 1901-es megalapítása óta elsődleges szempont. A gyógyszeripari kutatás-fejlesztés rendkívül költség- és időigényes. Körülbelül minden 10.000. molekulából lesz csak valóban új gyógyszer. E szigorúan szabályozott rendszerben 10-15 évet ölel fel egy eredeti gyógyszerkészítmény teljes fejlesztési ciklusa, és mindeközben dollármilliárdokat emészt fel a K plusz F folyamat. Napjainkban a Richter Gedeon 1000 főt meghaladó kutató-fejlesztő bázisával a térség legjelentősebb gyógyszeripari innovációs központja. Az originális kutatás mellett a Richter generikus hatóanyagok és készítmények, valamint biotechnológiai gyógyszerek fejlesztésével is foglalkozik. A cégcsoport évente átlagosan a teljes árbevételének 9-13%-át fordítja erre a célra. A Richter originális kutatási tevékenysége a központi idegrendszeri rendellenességek kezelésére fókuszál. Ezen belül a kognitív zavarok, autizmus, migrén és elhízás kezelésére alkalmas vegyületekre összpontosít. A magyar gyógyszeripar szempontjából is hatalmas siker volt, amikor a Richter egyik eredeti készítménye forgalomba kerülhetett az amerikai piacon. Az új antipszichotikum skizofrénia és bipoláris mánia indikációkban kínál hatékony megoldást. A Richter számára a női egészségvédelem kiemelkedően fontos. Ezért is rendelkezik az egyik legszélesebb nőgyógyászati termékválasztékkal a világon. A vállalat a tevékenységében ötvöződő innováció és csúcs technológia segítségével további magas hozzáadott értékű készítményekkel kívánja bővíteni termékpalettáját, hiszen a Richter Gedeon küldetése nem változott évszázados fennállása során. Elsődleges célja az emberi élet minőségének javítása.